Érkeznek a vendégek a Rába Hotel éttermébe. A meghívás egy különleges estére szólt, egy vacsorára és a Győri Balett művészeinek produkciójára, amelynek helyszíne a szálloda tetőterasza volt, már nem először. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a szálloda tereit használná a balett, a művész, és felajánlottam ezt a lehetőséget. Én akkor még arra gondoltam, hogy a mi pincénk lehet alternatívája a színházinak, és hát ugye Verekei Laci körbenézett, és rámutatott erre a mellettünk látható területegységre, azt mondta, hogy nem a pince, hanem ez lesz a helyszín, ide fogok egy darabot koreografálni. A kezdeményezésnek akkora sikere volt, hogy a közönség szinte kikövetelte a folytatást. Az idei darabbal az idő múlását szerette volna érzékeltetni a koreográfus. Az időről ami egyetlen egy dolog, ami biztos, hogy múlik. És folyamatosan, ahogy elindulunk a Rába Hotel tetejéből, folyamatosan egyre kevesebb, egyre kisebb percű produkciókat látunk. Ez az elsődleges, másodlagosan pedig a táncosok mozgásán és későbbiekben egy improvizációs részletben tudjuk felfedezni az időnek a múlását. Már a vacsoránál lehetett sejteni, hogy ez az előadás nem mindennapi lesz. Az étteremben megjelentek a Győri Balett művészei, és a műsor tulajdonképpen már ott elkezdődött. Majd megkérték a vendégeket, menjenek fel a szálloda negyedik emeletére, mert a darab első részének a folyosó a helyszíne. Ezután egy rövid szünet következett, hogy mindenki elfoglalhassa helyét. Akinek a teraszra szólt a jegye, annak először egy kis ablakon kellett kibújnia. A többiek a folyosóról, szobákból, irodákból nézhették az előadást. Siker nem maradt el. A szálloda és a társulat kapcsolata egyébként évek óta nagyon jó, ezért is találnak itt otthonra a kreatív művészi elképzelések. Itt is egy nagyon dinamikus igazgató működik. Nálunk van egy fantasztikusan kreatív csoport, amelynek vezetője Velekei László, ez a Fiatalokért program felelőse, valójában a innováció és az a feladat, hogy minél extrémebb dolgok a tánc nyelvén kerüljenek bemutatásra. Ez egy nagyon jó alkalom és egy nagyon jó helyszín, mert hiszen itt az idegenforgalom központjáról van szó. A Tetőtánc a 10. Magyar Táncfesztivál egyik programja volt. A rendezvény sorozat vasárnap ér véget, ám addig még sok meglepetést tartogat a közönségnek.